részlet Szent Máté evangéliumából. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízetlenné válik, mivel sózzák meg? Semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, eszembe jut a most hallott evangéliumi részlettel kapcsolatban egy modernkori történet. Így hangzik. Évekkel ezelőtt egyik üzleti útjáról hazaérve egy vállalatvezető ajándékokat vitt a feleségének. Többek között adott neki egy játékautót, ami világított a sötétben, fluoreszkáló volt ugyanis. Miután a feleség megkapta az ajándékot, leoltotta a villanyt, de a kis autó láthatatlan maradt. A feleség ezt gondolta magában. Ez biztosan csak tréfa lehet. A férje kiábrándultan jegyezte meg. Azt hiszem, becsapott az eladó. Aztán a feleség észrevett néhány francia szót a játékautó oldalán. Elvitte egyik barátjához, aki jól ismerte a francia nyelvet, és elolvasta neki az utasításokat. Ha azt akarod, hogy éjszaka is világítsak, tarts egész nap a napfényben. Ezért másnap odatette az ajándékot a déli ablakba. Azon az estén, amikor lekapcsolta a villanyt, a kis autó ragyogó fényt árasztott. Az asszony férje meglepve kérdezte, mit csináltál vele? Ezt válaszolta a felesége, ó, rájöttem én a titokra. Mielőtt az autó világítana, a sötétben, ki kell tennem a világosságra. Mint ahogy ez a játékautó a napfényben magába szívja a nap energiáját, és ragyogni kezd a sötétben, a keresztény embernek is az a hivatása, hogy állandóan magába gyűjtse Krisztusnak a fényét, Jézusnak a világosságát, hogy természetünké váljon az ő fénye, és így átragyogjunk a sötét világban. Az evangéliumban két elemet hallottunk, hallottunk a sóról, és hallottunk a világosságról. Két tulajdonság, két elem, amivel minden nap találkozunk. És mindkettő nélkülözhetetlen az élethez. Itt a keresztény, vagyis a krisztusi ember hivatásához kapcsolódik ez a két elem. Hogy milyen szerepe van Krisztus tanítványának, erről szól a Jézusi példázat. Hogy milyen küldetésünk van a világban. És itt nem csak a keresztény közösségről van szó, az egyház közösségéről, hanem az egyes hívő ember küldetéséről is, hogy milyen szerepet töltünk be a világban. Olyan szerepet kellene megvalósítanunk, mint amilyen szerepet a só jelent az étel számára. És kedves testvérek, föltehetjük a kérdést, hogy milyen a só? Hát egyrészt elmondhatjuk a sóról azt, hogy ízt ad az ételnek. Élvezhetővé teszi az életet. Az ételt. Elmondhatjuk azt is a sóról, hogy tartósít, vagyis megőriz a romlástól. Átjárja azt, fogyaszthatóvá tesz. Só nélkül elképzelhetetlen a táplálkozás. Ezt bármelyik háziasszony és a gyomrát szerető férfi is elmondhatja. Tehát a keresztény ember nélkül, hasonló módon, mint só nélkül, a társadalom nélkülözi a lelki és az erkölcsi értékeket, és ezeknek a hiányában nem tud ellenállni az élet viharainak. És mindebben az is benne van, hogy a keresztény jelenlét a társadalomban az nélkülözhetetlen, nem mellékes, nem elhanyagolható, és semmivel sem helyettesíthető. A só, hogyha ízét veszti, mondja Jézus, semmit nem ér. Kidobják és eltapossák az emberek. És ebben érzünk azért egy burkolt ítélethirdetést is, mennyire
határozza meg életünket a krisztusi eszmény. Sós ízű a só. Itt van egy másik kép is az evangéliumban, a világosság. Akkor értjük meg a világosságnak az értékét, hogyha nem tapasztaljuk, hogyha mondjuk sötétben vagyunk. Nagyon sokszor a technika cserben hagy bennünket, és ilyenkor mutatkozik meg a fénynek az értéke, ha van otthon mondjuk áramszünet idején egy gyertya, amit még meg lehet gyújtani, hogy biztos tájékozódási pont lehessen. Mi lenne fény nélkül? Mi lenne nap nélkül? És mi lenne nappal nélkül? Megszűnne számunkra a normális emberi élet. Depressziósak lennénk. Minden sötétségbe borulna, kaotikussá válna az életünk. A jézusi képek alapján elmondhatjuk, hogy a krisztusi ember nem vonulhat vissza. Nem mondhatja azt, hogy bocsánat, hogy élek, nem zavarok semmilyen vizet, hanem igenis meg kell mutatni életünkben Krisztust. Mindenki számára látható vonatkoztatási ponttá kell tennünk Jézust. A takaró alá bújva nem tudjuk ellátni feladatainkat. Nem lehetünk, hogy is mondjam, partizán keresztények. Azt a fényt, amit kaptam, azt tovább kell adnom. Nem tarthatom meg magamnak. Nem a kényelmesség és a megszentelt luxus a hivatásunk. Ez világos jézusi tanítás. És még egy fontos dolgot meg kell jegyeznünk itt ennél a példázatnál. A só és a világosság nem csak a keresztény tanításnak a jelképei, hanem a krisztusi életvitelre vonatkoznak. Mondhatom azt, hogy könnyű prédikálni hangzatos szavakkal a jézusi tanításról, de mi van akkor, hogyha nem éljük a jézusi igét? Ha nem cselekszünk Krisztus tettei szerint, akkor ez csak porhintés, semmi, szalmaláng, elalszik. Nem mondhatom azt magamat mentegetve, hogy én hallottam Krisztus tanítását. Igen, de mi van utána? Nem mondhatom azt, hogy mentsem magam, én sokszor kiejtem Krisztus nevét. Ezt nagyon sokan megteszik a világban. De milyen előjellel, milyen tartalommal? Nem mondhatom még azt sem, hogy én állandóan hirdetem Jézus tanítását, mert ez még nem üdvözít. Cselekszem-e Krisztus? Ez a kérdés. Ízes sónak lenni, világító világosságnak lenni, ez a küldetésünk. Úgy engedje az Isten. Amen.